Datoja az igazi utcakutya. Képes volt utánam jönni itt az utcán, kornélot fütyül neki, és fut haza, mint egy igazi kóboreb. Én pedig megyek a Migrosba. Itt van a Migros Jet. Most itt fogom megpróbálni folytatni a felvételt, a videózást az árakról. Ez egy jóval kisebb Migros, de az árak ugyanazok minden egyes Migrosban, legyen az kis bolt, vagy nagy. Nagy üzlet. Remélem itt nem fognak rám szólni, de majd lehet megkérdezem. Mosogatószer Migros márkájú 750 ml-es 17 lira, 350 forint. Van itt olyasmi, mint a jár, 650 ml-s 600 forint. Ezek olyan öblítők, mint a Coccolino, másfél literes 1300 forint. Kóbormacska milyen leleményes. Kibontja az árut, elkezdi enni a kutya kaját ráadásul. De ha már itt vagyok a kutya kajáknál, azt elmondom, hogy a Migrosban nagyon drága. Itt nem szabad venni. Esetleg ezeket a konzerveket, de egy ilyen 400 g-os kutya konzerv is 500 forintba kerül. Vannak itt nagy kiszerelésű kutya kaják is, ez nem mindenhol van. Ez 9000 forintba kerül például. 15 kilós Nutella 400 g-os 900 forint körülbelül. A nagy 750 g-os Nutella 1600 forint. Gyümölcslevek 1 literes 440-450 forint, aminek a gyümölcs tartalma 50%-os. Ezek nagyon finomak, gránát almali 100%-os 700 forint. Még ezt a Kepi márkát lehet kapni 500 forint 1 literes és 50%-os gyümölcs tartalma van. Itt vagyunk a csokoládéknál, amiből a törökök iszonyatosan jól állnak árban. Ez a csoki például hasonlásai a márkás csokoládéknak, mint a Snickers, vagy a Mars, vagy ilyesmi. Ez például 80 forintba kerül, ez 140 forint, és nagyon finomak. A csokoládé az nagyon olcsó. Ami ismert otthon is, ez a Bounty, 260-70 forint. Kinder tojások 300 forintért is van, 440-ért. A Surprise, ez az M&M's 540 forint, 10 dekás. Gumicukorkák, Haribo, ez a 80 g-os 280 forint. Engedélyt kaptam. Coca-Cola 2,5 literes 600 forintba kerül. Fanta szintén, másfél literes az 400 forint, és ahogy megyünk, egyre kevésbé éri meg. A chipsek nagyon olcsók, Törökország a chips paradicsom. Van Lays márkájú, amit otthon is ismerünk, illetve nagyon sok a saját. A Laysből például ezek 18 lira, tehát 360 forint szokott lenni, de vannak gagyi márka, úgymond, és tök finomak, és nem az a nagyon olajos, iszonyat sós, hanem finomak konkrétan. Magokból imádják a csicseri borsó, hát abból nagyon sok van, de pisztácia, mandula, mogyoró, ezek is tök finomak. Ez a 20 dekás mogyoró például 370 forint, Pringles 940 forint, 165 g-os, de van belőle 600-740-ért is, 750-ért. Senso Düne fogkrém 1400 forint, egy ezres körül vettem a múltkor. Itt is vannak áremelkedések, azért napról napra lehet látni. Egy Head & Shoulders sampon például akció nélkül 1100 forintba kerül, ami 350 ml-es. Itt van a kávé választék, abból a kávéból, amit mi otthon szoktunk inni, a kotyogósba tesszük ki, espresso kávé. Nagyon drágák, és nincs is sokféle. Itt is kettő van, és mindenhol csak kettő van. Ez a Jacobs 25 dekás például 1400 forint, a Chibo Gold 25 dekás akció nélkül 1600 forint. Úgyhogy jó kis áruk van, egyébként pedig ezeket a porkávékat szokták. Nagy teás nemzet, ugye a török, és itt ilyen bazi nagy kiszerelésben lehet kapni a teákat. Csáj 1 kilós 1000 forint, van Lipton is, én otthon nem is láttam Liptonból ilyen nagyot, 1 kilós 1700 forint. Tojás árak, már felvettem a múltkor, ez régebben 37,5 lira volt 15 darab, most már 43,5 lett, 860 forint. 700 g-os Heinz ketchup, 1100 forint. És itt vannak a tészták, amik szintén nagyon olcsók itt Törökországban. Nagyon durva, hogy ezt az olasz tésztát meg lehet kapni 300 forintért és fél kilós.
de az összes ilyen olcsó, és nem tudom nálunk, hogy lehet olyan drágán adni. Ez a fél kilós csavartészta 200 forint. A spagetti tészta, a makaróni tészta 220 forint. Ez a saját márkás, ez 160 forint. Ami otthon is van, mutatom azt. Barilla spagetti tészta 500 grammos, 240 forint. Nézzünk, 1 kiló rizset, mondjuk a Baldóból, a saját márkás 700 forint, 1 kiló. Jászmin rizs, 1 kiló 600 forint. Sajnos ebben a kis Migros jetben nem látok gluténmentes tésztákat. Azokat inkább a nagyobbakban kell keresni. 750 ml-es olívaolaj 2000 forint. 1 literes 2400 forint. 2000-ért is van ez a típus. Hát el lehet mondani, hogy 2000 forintért lehet kapni 1 liter extra szűz olívaolajat, és itt valóban jó lehet, ezek törökök. Török gyártmány, török termesztés. Ajándékba egy ilyet. Szép. 3 literes 6000 forint. És milyen szép. Igen, megkérdeztem, és itt nincsen gluténmentes tészta, de tudnak rendelni, hogyha kell. Érdemes próbálkozni más kisebb boltokban is akár, vagy a nagyokban biztos, hogy van. A pesto, genovai pesto, 1200 forint, ez a 190 grammos. Az sem olcsó. Fél literes paradicsom szósz 400 forint. Véget ért a törökös migroszos ármustra. Remélem, hogy tudtatok hasznos információkat meríteni belőle. Megállapításképpen annyit, hogy itt is folyamatosan emelkednek az árak, és valami hasonló áron van, mint otthon. Jó néhány dolgot viszont meg tudsz vásárolni jóval, de jóval olcsóbban. Itt bent a cigarettákat szerettem volna még felvenni, csak azt már nem engedték, hogy mennyire olcsó, és itt egy doboz cigi 660 forintba kerül, vagy 640 változó, de 600 forint körül vannak. Az alkohol pedig nagyon-nagyon drága, az háromszoros áron van, mint otthon. Két-háromszoros áron, ugye a vallásuk miatt valószínűleg. Köszönöm, hogy velem voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Sziasztok!